Ez a Kultúrpont, köszöntöm Önöket. A táncházak szerepére, a népi kultúra megőrzésének fontosságára idén is nagyszabású programmal hívják fel a figyelmet. Május 9-én ismét megrendezik a Táncház napját, a központi helyszín a budapesti Liszt Ferenc tér lesz, de különböző vidéki, valamint határon túli helyszíneken is látványos programokkal várják majd az érdeklődőket. Vendégünk Hont Angéla, a Hagyományok Háza kommunikációs vezetője. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát hogyan kell elképzelni a Táncház napját? Miről szól ez a rendezvény? Természetesen a táncházról szól, tehát a néptáncról, a népzenéről és mindenről, ami e köré csatlakozik, a kézműves hagyományainktól a folkloron keresztül. Tehát lesz népmese is, népi játék, énektanítás, kézműves foglalkozások és mesemondás, és természetesen tánc, ugyanis ez egy egész napos rendezvény, szabadtéri rendezvény, amely arról szól, hogy megmutassuk azt az értéket, amelyet itt 40 évvel, több mint 40 évvel ezelőtt városi fiatalok felfedeztek, és beépítettek a mai kultúrába, és táncháznak nevezünk. 2012-ben volt az első táncháznapja. Mi volt akkor az apropója a rendezvénynek? 1972. május 6-án volt az első budapesti táncház a Liszt Ferenc téren, az Írók boltjának a könyvklubjában, külön termében, és ennek a 40 éves évfordulója volt 2012-ben, úgyhogy jó apropót adott, hogy ott a Liszt Ferenc téren megrendezzük az első olyan alkalmat, amikor a 40 éves táncház mozgalmat ünnepeljük, és igyekszünk megmutatni kifele is. Ez a központi rendezvény, de természetesen megkerestünk vidéki helyszíneket, illetve próbáltunk sarkalni minél több embert országon belül és kívül, hogy rendezzenek saját rendezvényeket ezen a napon, illetve a 6-ához legközelebb eső szombaton. 2012-ben milyen visszhangja volt ennek a rendezvénynek, és aztán hogyan indult el ez a sorozat, hiszen ugye ez már a negyedik? Nagyon-nagyon sikere volt, sokan voltak, nagyon szerették, és hát nagyon jó érzés volt az, hogy meg tudtuk rendezni úgy, hogy ez egy önkéntességre épülő rendezvény tudatosan, tehát, hogy aki ebben részt vesz, ez tényleg azért vesz részt, mert szívvel, lélekkel mellé áll, és azt szeretné megmutatni, hogy ez milyen, amiben ő részt vesz, miért jó, miért kell ezt megismerni minél több embernek. És ez hatalmas erőt ad és energiát minden egyes évben. Ön szerint miért kell megismerni? Azért, mert egy olyan értékközpontú szórakozási forma tulajdonképpen, amilyen kevés van a mai világban, tehát hogy nem csak egyszerűen arról szól, hogy érezzük jól magunkat, ígyunk, mulassunk, hanem egyszerűen van mellette egy olyan többlet, érték, amely feltölt, igazán hosszú távon táplálja az ember lelkét is. Arról egyébként van tudomásuk, hogy van, aki a táncház napja miatt kezdett el néptáncolni, hogy ennek volt-e ilyen direkt hatása? Még senki nem jelentkezett hozzánk, hogy ez megtörtént, de bízom benne, hogy igen. Ugyanis nagyon sokan látjuk, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik tényleg nem ismerik ezt, és oda jönnek, és látják, hogy ebbe be lehet állni farmernadrágban, és lehet táncolni. Kik ők, akik? Hát akik az utcán ott jönnek, mennek, hallanak róla tévében, rádióban, újságban olvassák, és akkor úgy gondolják, hogy erre kíváncsiak, oda jönnek, akár családostól, akár egyedül. A fiatalok, a korunkbeliek, 20 évesek mennyire érdeklődnek a néptánc, a népi kultúra iránt? Szerencsére van egy nagyon nagy réteg, amelyik benne van teljesen nyakig. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy el se tudnánk képzelni az életüket enélkül. Tehát ezek azok a fiatalok, akik mondjuk kisgyerekkorban találkoznak a néptánccal, beleszeretnek, akár iskolában, akár az anyukájuk elviszi őket valamilyen tánccsoportba, vagy elkezdenek zenélni, és hát így ez lesz az ő hobbiuk, mindennapi foglalatosságuk, sokaknak a megélhetése is. Tehát van egy nagyon nagy széles réteg, amelyik ebben aktívan részt vesz. És ugyanakkor van egy szintén nagy réteg, amelyik meg vagy nem ismeri, vagy egyszerűen elzárkózik tőle, és nem keresi
mi szeretnénk, hogyha ez a réteg csökkenne, és igen, a másik réteg nőne. Gondolom, igen, ez a céljuk. Tehát egyre több olyan fiatal lenne, aki érdeklődik a néptánc, illetve a népi kultúra iránt. Jól látom én ezt? Én ezt nem tudom számszerűsíteni, nem tudom, hogy létezik egyáltalán olyan objektív statisztika, amelyik megmondja nekünk, hogy 5 évvel ezelőtt 800 ezeren voltak, most meg 1 millióan, nagyon sokan vannak. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan, ezt lehet látni abban, hogy hány amatőr együttes létezik az országban, hány olyan művészeti iskola van, ahol népzenét tanítanak, hány folkkocsma van a városban aktívan. Tehát, hogy ezért lehet érezni, főleg annak, aki valamilyen szinten érdeklődik, hogy sokan benne vannak. Nem tudom, hogy mennyire nő ez a létszám. A Táncház napja a Magyar Táncház Mozgalom köré szerveződött, illetve ahhoz kapcsolódva jött létre. Ebből a mozgalomból ön szerint mi maradt mára? Vagy hogyan alakult át az évtizedek során? Az első táncházat azt 4 amatőr együttes részvételével szervezték, a Biar János Táncegyüttes táncosai hívták életre, és azzal a céllal, hogy ők teremtsenek egy olyan szórakozási alkalmat, ahol ők maguk jól tudják érezni magukat, megismerhetik egymást. Élő zenére improvizatív tánc oktatás és táncolás folyt. Ez 3 alkalommal maradt ebben a formában meg, és utána a Bartok Tánc Együttes Timár Sándor vezetésével tulajdonképpen ultimátumszerűen azt mondta, hogy már pedig ezt ők nekik ki kell nyitniuk, tehát hogy nem csak egymás között. Hát ugye azért 72-ről beszélünk, igen, tehát más viszonyok voltak, mint most, tehát ennek sok oka volt, hogy miért mondta ezt az egyik, és miért mondta ezt a másik, hogy de próbáljuk meg kinyitni, tehát hogy Timár Sándorék azt mondták, hogy már pedig a néptáncnak és a népzenének mindenkihez el kell jutnia, lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy bárki az utcáról bejöhessen és megtanulhassa is magáévá tegye ezt a szórakozási formát. És tulajdonképpen ez volt az alap, amire a mozgalom felépült, és indultak el a táncházak. Kezdődött el az igény arra, hogy képzett népzenészek legyenek, akik el tudják muzsikálni ezeket a táncokat. Kapott egy nagyon nagy lökést a népzenei gyűjtés, tehát, hogy minél több anyagot ismerjenek úgy meg ezek a fiatalok, hogy aztán ezt tényleg a saját anyanyelvükként tudják élvezni a táncházakban. Na most ebből a fajta táncházból kevés van, sőt, azt mondanám, hogy ritka, mint a fehér holló, tehát hogyha most valaki kívülről az utcáról besétál egy táncházba, akkor nehezen fog megtanulni táncolni. Egy-kettő ilyen azért van, a Fonóbudai Zeneházban rendszeresen van olyan táncház, ami a tánc tanításra épül, és arra, hogy bárki részt vegyen benne. Miért tűnhettek el ezek a táncházak, ezek a klasszikus táncházak? Ennek is nyilván sok oka van, részben financiális, részben a mai világ felgyorsult tempója. Én azért bízom benne, hogy azért vissza fog térni, és lesz rá igény, hogy igenis legyenek ilyen klasszikus értelembe vett táncházak. Most a fiatalok inkább szórakozni vágynak, azok, akik benne vannak, és nem arra építenek, hogy már pedig ők küldetésszerűen ezt terjeszték, tehát ők elmennek folkocsmában, együtt mulatnak, zenélnek, énekelnek. Tehát nem az elsődleges. Van, tehát abszolút, ebből. Tehát ez egy élő szórakozási forma azoknak, akik ebben már benne vannak. Tehát nekik abszolút, és egy élő, tényleg nagyon izgalmas szubkultúra, én azt mondanám. Akkor mégiscsak megmaradt belőlük valami, csak átalakult egy picit, és hát más, nem a klasszikus formában. Táncház maradt meg, hanem egy ilyen folkocsmaszerű, a mai kor igényeihez szerű valami. Igazodva. Igen. Visszatérve a Táncház napjára, ugye a Liszt Ferenc tér lesz a központi rendezvény helyszíne, ott mivel várják majd az érdeklődőket, illetve a városban, illetve az ország más területein hány helyszínen várják még az érdeklődőket? A Liszt Ferenc téren délelőtt 10 órától estig, sötétedésig tánctanítással és énektanítással várjuk a úgymond színpadon, igazából nem egy színpad, csak egy tánctér
az arra járókat, tehát folyamatosan élőzenére, tánctanárok segítségével különböző táncokat lehet megtanulni. Néha megszakítjuk egy-egy énektani tanulással, tehát egy kicsit pihenni is lehessen. Közben folyamatosan kézműves foglalkozásokat tartunk, illetve délelőtte a kisgyerekeknek egy kis játszóházas sarkot rendezünk be. Lesz mesemondás is, valamint délután 2:30-kor egy koszorúzás, az első táncház emléktábláját megkoszorozzuk, ami a 2012-es alkalommal került fel az íróboltja a falára, illetve 3-kor egy multidéző beszélgetés az első táncházasokkal, tehát ott lesz Novák Ferenc, Tímár Sándor, Varga Zoltán, Lelkes Lajos, tehát többen még azok közül, akik ott voltak az első táncházban és szervezték azt. A Táncház Egyesület 5 vidéki helyszínen szervez ugyanezen a napon programokat, illetve ezekhez csatlakozott még jó pár, tehát lesz Bécsben is például, vagy Máramarosban táncháznapja, de Zalaegerszegen, Debrecenben, Jászberényben, tehát számos helyen az országban. És az ország határain. És az ország határain túl is, igen. És ugye idén először a Halmos Béla Vándor díjat is átadják. Miért hozták létre ezt a díjat? Hát táncház és táncház mozgalom nehezen képzelhető el Halmos Béla nélkül, és ő volt az, aki az első táncház napja felkarulója is volt tulajdonképpen. A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület volt az, amelyik megszervezte az első táncház napját, annak Béla volt az elnöke, úgyhogy ketten válvetve rendeztük meg az első alkalmat, és hát az első két alkalommal ott volt ő is házigazdaként, és hát nélküle nehezen jött volna létre ebben a formában, ahogy megrendeztük. Tavaly nagyon nehéz volt igazából, úgyhogy ő nem volt ott, és nélküle megcsinálni, de már csak miatta is meg kellett, és idénre sikerült összehoznunk, hogy az ő régi hegedűjét, amin ő játszott, egy nagyon értékes Barbarossa hegedűt, egy fiatal prímás, egy szakmai kuratórium döntése értelmében egy éves használatra megkap. Ezzel kap egy koncert lehetőséget is a Hagyományok Házában, és ezt a díjat a Zeneakadémián, az Esti Gála műsoron adjuk oda. Emellett lesz egy Halmos Béla emlékérem is, amit az Egyesület alapított, és ezt pedig egy olyan illetőnek adjuk oda, aki a szervezői munkában, közösségteremtő munkában tett le valamit az asztalra. Mert ugye Béla nem csak zenész volt, hanem egy nagyon fontos közösségteremtő vénája is volt, amit nagyon sokan irigyeltek, és hát sokan viszont boldogan emlékszünk rá, hogy mi az az erő, amit ő adott nekünk. Tehát akkor egy nagyon sokszínű, sokrétű programmal várják az érdeklődőket szombaton. Mit kívánhatok? Jó időt? Igen, abszolút. Akkor jó időt kívánok, és sok érdeklődőt. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Kertem címmel látható Ferdinánd Judit grafikus művész legújabb kiállítása a Galéria 12-ben. A kertek évek óta szolgálnak a hegyvidéki művész egyedülálló képeinek témájául. Ferdinánd Judit szerint a kertek nem csak a természet erejét mutatják meg, de egy-egy kor hangulatát is megidézik. A kertek gyönyörködtetnek, menedéket adnak, és időnként egy kor jellemző stílusát, hangulatát is megidézik. Ferdinánd Judit grafikus művész évtizedek óta örökít meg különleges kerteket. Munkáiból a Galéria 12-ben láthatnak válogatást az érdeklődők. Az indított el, hogy nekem is van egy kertem itt a kerületben, és nagyon szeretem, amit kinézem, rögtön mindent látok, benne a fák, virágok, mindent, úgyhogy nagyon közel áll hozzám ez a téma. A másik meg az, hogy elég sokat utaztunk, és nagyon sok ilyen barokk kertet láttunk, azt az építmény jellegük, és ez annyira izgalmas volt nekem az abszolút rendezett rendszernek, meg a lazaságnak egy olyan furcsa össze,
vegyítése, mert hisz a barokk eleve egy ilyen burjánzó, ilyen érzelemmel telített stílus, és ugyanakkor a kertek, meg ezek a lenyírt ilyen kockára, lépcsőre nyírt, fazonírozott bokrok, ez annyira érdekes ez az ellentét, hogy ez úgy izgatott, és ebből elég sok kép lett. Ezek a legrégebbiek. És akkor utána meg már az is nagyon izgatott, hogy egy kert, amikor elburjánzik, amikor már a gondozottsága fölé föltolakszik a természet, és elnyomja. És na, és ennek kapcsán is lett utána. És gondoltam, akkor már csinálok több olyan képet, ami ezt a témát feszegeti. Ferdinánd Judit szerint a kerteknek különleges szerepük van. Akkor visszatükrözi az embert is, visszatükrözi a kort is, és ugyanakkor a természetnek a megzabolázhatatlanságát is. Tehát mondjuk nekünk egy elég rendezetlen kertünk, ami valamikor nagyon rendezett volt, de ahogy öregedtünk, hát egy kicsit ellazult a dolog, és megdöbbentő, hogy milyen erővel foglalja vissza a természet azt, amit mi évtizedeken keresztül igyekeztünk alakítani rajta. És ez mindig ledöbbent engem, hogy milyen erős a természet, milyen erős az, ami úgy néz ki, mintha le tudnánk győzni, de igazából nem. A Loire-menti kastélyok lenyűgöző barokk kertjei nagy hatással voltak Ferdinánd Judit grafikus művész munkásságára. A barokknak a szellemisége, tehát ha a barokk szobrokra gondol, ezekre a szentekre, akik röpülnek, meg akik ott elalélnak, meg az iszonyú gazdag ruhákra, a bonyolult formavilágra, és akkor arra gondolom, hogy ugyanakkor olyan kertek voltak, amik olyanok, mint az építmények, méghozzá ilyen majdhogy nem falanszterszerű építmény némelyik, és hogy ez egy milyen ellentét, hogy egy kor mennyire furcsán magába foglalta mind a két ellentétet, és mind a kettő benne van, és ez engem izgatott. Na most ez tulajdonképpen ezen is ezt próbáltam. Tehát nem konkrétan egy szobrot vagy valamit, de ezt az anyag gazdagságát, a aszimetriáját, és ugyanakkor a kertnek a szigorú szimmetrikus építését. Ez nagyon izgalmas volt számomra, ezt próbáltam több képbe. A művész már a 60-as évektől bekapcsolódott a hazai képzőművészeti élet vérkeringésébe. Ferdinánd Judit azt mondja, pályája folyamán mindig egyéni hangra és saját technikák kidolgozására törekedett. Ez egy bizonyos fokig egy fából vaskarika, mert ezek linoleum metszetek. És hát mindenki ismeri az igazi klasszikus linoleum metszetet, hogy az hogy néz ki, precíz, Nos, én meg úgy használom a linoleum metszetet, mint valami akvarelt, és elmosom, kivágom, darabokba összedem, egymásra nyomom, tehát mindent csinálok vele, ami klasszikusan nem létezne. És így aztán egy ilyen érdekes felület jön létre, amit úgy sokan néznek, hogy na most ez hogy van. Én szeretem, mert az akvarell az nekem túl puha, túl lágy. Tehát a linoleum az ad a formának egy karaktert, meg egy zártságot. Azáltal, hogy megmetszem azt a valamit, az egy lezárt valami. Tehát tudok úgy komponálni, hogy egy laza alapra nagyon konkrét dolgokat. Ez az egyik. A másik meg, hogy az ember egy életen keresztül bizonyos motivumokat kifejleszt, ami közel áll. És az tulajdonképpen ezek a motivumok meg vannak metszve, és tudok mihez nyúlni.
ilyen hatalmas fiókjaim vannak, tele metszetekkel, és akkor tudom, hogy melyiket vegyem ki, vagy sőt, olyan is van, amit még életben nem nyomtam le, hanem megmetszettem és eltettem, mert úgy éreztem. A művész alkotásaiban a rózsa, vagy éppen a fa visszatérő motívumként szerepel. A motívumok úgy épülnek egymásra, hogy 200 milliószor egymáshoz rakosgatom őket, és ami rossz, azt eldobom. Tudnék, ennek egy nagy baja van, hogy papírból van, ugye? És hogyha nyomom egy idő után, rányomok, itt nincs vissza. Itt vagy sikerül, vagy tovább tudok vele haladni, vagy dobhatom el. Ez mindegyik... Több, ez külön dúcok, mindegyik külön. Tehát az, hogy rakom, van, amikor lenyomom egy papírra, megpróbálom rajta, ilyen skicfaoszra lenyomom, húzogatom rajta, hogy tud többet mondani, vagy hogy jön ki az, amit én szeretnék. A művész azt mondja, a képek létrehozása során mindig az emlékeire hagyatkozik. Fénykép alapján szinte sohasem készít képet. Mikor kint voltunk Franciaországban egyszer, megláttam egy csodálatos kertkönyvet. Iszonyú vastagot és rettentően drágát, hazacipeltük. Hát azt elástam azóta szinte. Tudnék, annyira hat aztán rám a kép maga, hogy nem tudok elvonatkoztatni. És úgyhogy jobb, ha emlékezem rá. Tehát jobb, ha emlékezem, és akkor csinálok skicceket, és főleg megkeresem magamba azt, hogy mit mond nekem ez a kert részlet, vagy mit mond nekem ez a természeti jelenség. Az ember, a művész mindenképpen átadni akar, aztán vagy sikerül, vagy nem. Attól jó a kép, hogyha ezt valaki meg is érzi, hogy tényleg ezt akartam. Én mindenképpen persze, hogy akarok mondani, nem is akármit, és nagyon sokszor van az, mikor elkezdem ilyen teljesen natúrba, tehát kimetszek valamit iszonyú részletesen, majd felszabdalom az egészet, mert lenyomom, és akkor kiderül, hogy Jézus, ez olyan, mint egy fotó, vagy olyan, mint... És akkor kezdem el gyúrni, hogy az legyen belőle, amit én gondolok. De valahogy nekem mindig a valóságból kell kiindulnom, és azt kell addig gyúrnom, amíg átteszem az én gondolataimra. A Kertem című kiállítás megnyitóján Kovács Lajos alpolgármester köszöntötte a Galéria 12 közönségét. Nagyon sok élménnyel is gazdagabban megyek el innen, azt hiszem. Én néhány képet bevallom, én már láttam más kiállításkor, tehát onnan nekem ismerős volt, és maga a téma engem bevallom mindig megfogott, mert nagyon régóta kertészkedünk is, kertes házban élünk itt a hegyen, és tudom nagyon jól, hogy a kertészkedés az micsoda különleges élmény, mennyi türelmet igényel, mennyi odafigyelést, mennyi munkát, néha mennyi csalódást, amikor nem hajt ki és feleslegesen dolgozott az ember, vagy legalábbis úgy érzi, hogy feleslegesen, abból is tanul. Én a grafikához nem értek, sajnos rajz volt az egyik olyan tantárgy, amiből nem éreztem úgy, hogy valaha nekem abból kell majd adott esetben a kenyeremet megkeresni. A kerthez picikét jobban. Ahhoz viszont, mint egyszerű művészetet tanuló és érteni próbáló ember, azt viszont igen, hogy ezek a képek valóban fantasztikusak, és hogy nézem, amúgy az benne a legjobb, hogy minél messzebbről nézem számomra, annál inkább kisugárzóak. Kovács Lajos alpolgármester elmondta, a Galéria 12 Egyesülethez egyre több hegyvidéki művész csatlakozik, így a jelenlegi helyszín mostanra szűkössé vált. A kiállító teret éppen ezért néhány hónapon belül bővítik. A nagyrészt önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően a galéria alapterülete megduplázódik.
egy régi elképzelés, a mögöttünk látható fal reményeim szerint néhány hónapon belül már nem lesz ott, vagy legalábbis egy 8 méterrel arrébb kerül. Körülbelül egy ugyanekkora helyiségről van szó, mint ahol most is tartózkodunk. Ez egy megürült üzlethelyiség, és szeretnénk, hogyha a galéria és az őt kiszolgáló kis kávézó egyszer bővülhetne, ez is a hegyvidéki közönségnek rendelkezésére állhatna egy a következő időszakban. Ugye egy falelbontás az viszonylag egyszerű dolog, itt a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos, illetve a munkáknak a statikai elemzése miatt tart ez egy picikét hosszabb ideig, hiszen jelenleg a galéria működtetésére ez a helyiséggel kapcsolatban van meg a bérleti szerződés, ezt kell ugye átalakítanunk a másik helyiségre is, és ezzel kapcsolatosan ugye maga az átalakítási munkálatoknak a statikai, tehát mérnöki feladat és finanszírozása, ami hátra van. Sajnos, de klasszikusan szokott lenni, maga a munka lesz a legrövidebb idő, hiszen a falnak az elbontása és helyreállítása azt gondolom, hogy néhány hét gyakorlatilag, de amíg mindezt jogilag is rendezni tudjuk, ez bizony el fog vinni még néhány hónapot, én azt gondolom, tehát optimálisan őszre várható, hogy kibővül a galériánk. A Kertem című kiállítás május 30-áig lesz látható a Galéria 12-ben. Kultúrpont a legközelebb egy hét múlva szerda este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!